A paksi atomerőműben tett látogatásán Hende Csaba honvédelmi minisztert tájékoztatták az elvégzett biztonságnövelő intézkedésekről. A tapasztalatokról elismerően nyilatkozott a miniszter. Kiemelte, hogy olyan szintre fejlesztették a paksi atomerőműben a saját biztonsági rendszert, amelynek eredményeként Európa egyik legjobbja lett. Csak gratulálni tudok az itt tapasztalt felkészültséghez és professzionalizmushoz, amely, mint mondtam, a biztonsági kérdések területére is kiterjed. Az erőmű vezetőinek és minden szakembernek, aki itt dolgozik. Meggyőződhettem arról, hogy a paksi atomerőmű az ország számára energetikai, gazdasági szempontból is nélkülözhetetlen és elengedhetetlen, és hát az a szellemi tőke, amely itt koncentrálódik, az az ország potenciáljának egy igen fontos része. Maga az erőmű felkészült üzemzavar, külső támadás és kibernetikai támadások elhárítására, de a Magyar Honvédség is kapcsolódik feladatokkal az üzemvédelméhez. Számos területen működnek együtt meghatározott tervek alapján, amelyeket folyamatosan egyeztetnek és rendszeresen gyakorolnak, mondta el Hende Csaba. A miniszter arról is beszélt, hogy a honvédség feladata az ország ezen belül az erőmű légterének védelme. Évente több mint 500 ezer légijármű használja hazánk légterét, ezeknek a figyelemmel kísérése, a légtér rendjének a biztosítása nagyon nagy részben katonai feladat, a Magyar Honvédség feladata. Ezért olyan nagyon fontos, hogy ide nem is olyan messze, Medinán megkezdtük a harmadik háromdimenziós radarnak a felépítését, hiszen hogyha levegőből fenyegető veszélyek ellen föl akarunk lépni, akkor először is ideje korán látnunk kell, hogy mi az, ami közeledik a légterünk felé. Időbe tudjuk érzékelni azt és észlelni, hogyha valamelyik légijármű letér a neki kijelölt pályáról, ha nem kommunikál a földi irányítással, egyáltalán olyan gyanúra okot adó módon viselkedik, amely helyzet bekövetkeztekor aztán fel tudjuk emelni a Gripeneket, a készültségben lévő repülőgépeinket, és meg tudunk győződni személyesen arról, hogy vajon mi történt. A honvédelmi tárca vezetője kiemelte, hogy a Magyar Honvédség felkészült az ország külső támadásokkal szembeni védelmére éppen úgy, mint a katasztrófák elleni védekezésre, amelynek része a felkészülés, megelőzés, védekezés és helyreállítás. Kiváló szakembereik és megfelelő színvonalú eszközeik vannak, s ahogy az egész ország, úgy a paksi atomerőmű is számíthat oltalmukra.